Sziasztok, köszöntelek benneteket. Most megvolt az első idei kerttúra, a tulipánvirágzás. Aki nem tudott eljönni, annak készítek egy kis videót, hogy hogyan is néz ki most nálam a tulipánvirágzás, de ezentúl szinte minden hétvégén, így május végétől lesznek kertlátogatások, sőt, hétköznap is lesz több, úgyhogy aki szeretne, mindenképpen el fog majd jutni hozzám. De aki nem tud, annak akkor mindig mutatom majd az aktuális is kerttúra videóban, hogy hogyan is áll a kert, hogy most mutatom a tulipánvirágzást. Szépen kisütött a nap, úgyhogy a szokásostól eltérő módon most innen fentről mutatom meg először a kertet. Szépen zöldül, minden kezdenek hajtani, a háttérben is a galagonya kezd virágozni, a vadkörte, hát itt pedig még a tulipánok. Mivel nagyon szeretem ezt a, hát ilyen fáradt rózsaszínnek hívom én, nem túl tolakodó, szép nagy feje van, és tényleg ilyen, hát átmenet a barackos szín és a rózsaszín között, tehát én nagyon-nagyon szép szín nekem, nagyon tetszik, hogy nem túl erős, és a többi piros és sárga között így felüdülés ránézni. A fű is egyre élénkebb, tehát jót tett neki ez a komposztos kezelés, a szellőztetés, marhatrágya granulátum szépen beindult. És akkor itt a nagy ágyásban, hát most még az évelők csak éppen hogy hajtanak, de látszik, hogy itt végig-végig mennyi tulipán nyílik. Sőt, hát most már kezd is elnyílni, de vannak későbbiek is, tehát egészen május végéig fog azért tulipán lenni a kertemben, de azért a fő virágzása az most egy héten belül azért lezáródik, és aztán szépen jönnek majd az évelők, és eltakarják a csúnya elnyílt tulipánleveleket, hiszen azokat ugye nem szabad levágni, csak a magtokokat kell eltávolítani. Itt pont van is egy elnyílt narcisz, tehát így kell, már ilyen állapotban le lehet szedni, csak így kézzel így leszoktam pattintani. Ugye ez azért kell, hogy ne magot érleljenek, hanem a levélből az energia vissza tudjon húzódni a hagymákba, és akkor nem gyengül el, és jövőre is gyönyörűen virágozni fog. Tehát ezt az összes tavaszi hagymásnál érdemes megcsinálni. A leveleket tilos levágni, de a magtokokat el kell távolítani. Ugye ez a hátsó kis olasz rész, amit mi így hívunk. Itt viszonylag kevesebb tulipán van, itt csak cserepekben vannak, de azért itt is kell színesedni. A rózsa, a futórózsa szépen hajt, így a meccés után, aki figyelte a meccés videót. A terasz előtti tó is kezd élénkülni, itt a japán juhar is szépen kihajtott, a halak és a békák is szépen fölé lettek itt a melegedő, egyre melegedő vízben, és hát színesednek itt a növények, de hát itt a pompa azért nyáron lesz majd igazán, és akkor vissza is fordulok a szokásos menetre. És akkor így visszafelé megmutatom a többi tulipánt. Tehát amik cserébe vannak, azokat is, azokról is csak lepattintom az elnyílt virágfejeket, a magtokokat, megtápozom virágzás után. Én kis komposztot szoktam rátenni, és szarvasmarhatrágya granulátumot szórok ki rá, és jó alaposan beöntözöm, és tilos levágni az elnyílt, illetve a leveleit. Tehát nem szabad levágni, mert akkor elgyengül a hagyma, és akkor marad el a virágzása. Mert a díszhagymák kezdenek jönni, tehát ők váltják majd egyébként a tavaszi hagymásokat. Szoktátok kérdezni a képeken, látszik, ez egy formium, egy vászonfű, azért is van cserébe, mert ő nem télálló. Ugye mínusz 5-6-7 fokig bírja, de azért itt bőven van hidegebb, tehát én be szoktam vinni. Angliába, Hollandiába simán ki lehet ültetni, hát itt nálunk sajnos nem. És itt is, aki emlékszik nyáron, ugye itt látszanak is a nagy támasztékok, de hatalmas évelők nőnek itt, veronikátrumok, heliopsziszok, heleniumok nyílnak, hát most ők még éppen hogy csak hajtanak,
de mire így a tulipánok teljesen elvirágoznának, és csúnya lenne a levelük, ők eltakarják majd ezt, tehát soha nem szedem ki a tulipánokat sem, hanem szépen ott maradnak benne az ágyásban, és az elcsúnyuló leveleiket pedig szépen a kihajtó évelők takarják. Itt is valami földben van, valami cserépben. Itt ez a kis rózsaszín, a kis öntözőkanálban egy levízia. Érdemes így keresni. Hát sajnos a magyar nevét nem tudom, de sziklakerti növény, de cserépben is nagyon jól el van teljesen télálló, csak a téli nedvességet nem szereti. Tehát ilyen jó vízelvezetésű talajba, sziklakertbe, cserébe legyen ültetve, és akkor évről évre gyönyörűen virágzik, így május és júniusban. Amit a pad mögött most még nagyon szép, így a vérborbolya mellett, ez egy teheti virágú spírea, egy gyöngyvessző, és hosszú hetekig virágzik, nagyon szép kiegészítője a tavaszi hagymásoknak. Itt a rózsaágyásnál van még egy nagyobb adag tulipán, ezek ilyen szép sárga, piros szirmosak, tehát az előző fakú, barack színhez képest azért ez látszik, hogy mennyivel élénkebb szín, jobban feltűnőbb. Itt a nárciszok is virítanak, hát tudom, a melegebb, délebbi helyeken és a lentebb lévő helyeken már rég elnyíltak, itt még azért bőven nyílnak a nárciszok is. És hát visszanézve látszik, hogy azért most már szépen színesednek, visszanyerték az örökzöldek is a színüket, és hát a tulipánok remek kiegészítők ilyenkor. Meg hát remélem hallatszik ez a csodás madárfütty. Tehát ilyenkor nagy zenebona van, különösen reggel és este, tehát egész nap nagyon szép madárhang, madárfütty szól itt a kertben. És hát is végére is értem itt a kertnek. Hát ugye itt is ma nyáron sok-sok évelő lesz rózsákkal, most csak itt a tulipánok és a nárciszok végig. Ő is egy szép kis érdekes típus. Ilyen lilás, ciklámenes szín és rózsaszín bemegy át, ott nagyon jól néz ki. És akkor így visszanézve. Most ilyen a kert. Úgyhogy hamarosan, amikor elkezdődik a évelődömping, dömping, és a díszhagymák, kamassziák nyílnak, és hát most már jönnek sorba-sorban az évelők, akkor mindig jelentkezem egy-egy ilyen kis kert túra videóval. Ó, még itt ezt elfelejtettem, de ezt megmutattam meg, ez egy gyönyörű narancssárga. Ilyen rózsaszínes narancssárga fejeik vannak, ez is nagyon szép. Most már nem süt rá a nap, mikor rásüt, akkor még szebb. De hát így is nagyon jól néz ki. És hát ugye, ami február óta virágzik, az az erika, és még mindig milyen szép, tehát ezért is érdemes ültetni, hát most már lassan 3 hónapja virágzik, és még mindig egy jó darabig szép dísze lesz a kertnek, úgyhogy ezért érdemes vásárolni az Erika Karneát, itt nagyon fontos a latin név, hogy ezt a típust, ezt a télálló típust vegyétek, itt egy kis primula virágzik még. Simán itt a részről szórt el a magját, és itt természetesen meghagytam, hát milyen jól néz ki. Már kezdenek a páfrányok is, az árnyékliliomok is bújni, úgyhogy szépen-szépen éled a kert, és az árnyékliliomok hajtanak. Ez egy vörös fenyő, egy ilyen puli fajtája, tehát ilyen csüngő típus. Úgyhogy hát most ennyi a kertúra, köszönöm a figyelmeteket, és akkor hamarosan, amint lesz újra változás a kertben, akkor mutatom, hogy milyen is. És természetesen lesznek kertletogatások is, és a szokásos módon előtte egy-két héttel meghirdettem, és az első 25 jelentkező tud rá majd jelentkezni, de ott mindent mutatok majd, az e-mail cím, a költségeket, a tudnivalókat mindig ott feltüntetem. Köszönöm!